Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az ATV világhíradójában. Március végéig meghosszabbították a koronavírus járvány miatt elrendelt korlátozások többségét Németországban. A berlini kormány azonban elindít egy ötszakaszos lazítási folyamatot. Tombol a harmadik hullám Lengyelországban, de Szerbiában is, annak ellenére is, hogy minden ötödik embert már beoltottak. Egy északkeleti vajdaság lett a járvány harmadik hullámának gócpontja Lengyelországban. A kórházak túlterheltsége miatt más régiókba kellett sok beteget szállítani. A járvány gyors terjedésében nagy szerepet játszik a brit mutáns megjelenése. 200 nőápol időseket Németországban, 1000-en dolgoznak Angliában, 1000-en egy harmadik országban. Ezeknek az embereknek családjuk van, ha kell, illegálisan utaznak az országok között, magyarázta az egyik érintett település polgármestere. A lakosság átfogó beoltása ellenére néhány hét alatt duplájára nőtt az új koronavírusos betegek száma Szerbiában. Az egészségügyi szakemberek ezért újabb korlátozások bevezetését kérik. A német vendéglátósok a gazdaság újranyitását is segélyeket követeltek a kormánytól Düsseldorfban. Eredetileg 250 dolgozónk volt, 100-an maradtak, ők is csak rövid távú szerződéssel, mondta a reptéri alkalmazottak szakszervezetének vezetője. A német kancellár bejelentette, hogy március 28-áig meghosszabbítják az országos egészségügyi zárlatot. A szövetségi kormány egyben 5 pontos tervet dolgozott ki a gazdaság újranyitására. Angela Merkel arról is beszélt, hogy várhatóan engedélyezik Németországban az AstraZeneca oltóanyagának használatát a 65 év felettiek körében. Óriási hiba és neandervölgyi gondolkodásra vall, ezt mondta az amerikai elnök arról, hogy Texasban hétfőtől feloldják a járványügyi korlátozásokat és eltörlik a kötelező maszkviselést. A texasi kormányzó szerint erre azért van lehetőség, mert a helyi lakosság közel ötödét már beoltották koronavírus ellen. Joe Biden szerint viszont még messze a járvány vége és óvatosságra van szükség. Közben megkezdték az oltást a Johnson & Johnson vakcinájával New York államban. Biden szerint májusra minden felnőttet beolthatnak az Egyesült Államokban. Megerősítették Washingtonban a Kapitólium védelmét, miután hírszerzők arra figyelmeztettek, hogy Donald Trump hívei ma ismét megpróbálhatnak betörni az épületbe. A képviselőház ülését emiatt törölték. A Nemzeti Gárda parancsnoka szerint a Védelmi Minisztérium több órás késéssel adta meg az engedélyt a Kapitólium védelmének megerősítésére a január 6-ai ostrom idején. Újabb támadás érheti az épületet, erről adott ki közleményt a Kapitólium rendőrsége. Január 6-án Donald Trump hívei törtek be a törvényhozás épületébe, de nem tudták megakadályozni Joe Biden győzelmének hitelesítését. Szerdai szenátusi meghallgatásán a belbiztonsági minisztérium egyik államtitkára megerősítette az újabb támadás lehetőségét. Múlt éjjel az FBI-jal együtt kiadtunk egy figyelmeztetést, hogy szélsőségesek március 4-éről és 6-áról beszélnek. Tudomásunk van róla, és a fenyegetés még fennáll, mondta a tisztviselő. Joe Bident január 20-án iktatták be, ahogy az 1930-as évek óta a legtöbb elődjét is. Korábban március 4-e volt az eskütétel napja, így Donald Trump egyes hívei arra készültek, hogy most őt iktatják be második ciklusára. A Kapitólium korábbi ostromát egyébként belföldi terrorizmusként kezelik. Arra számítunk, hogy a fajgyűlölő, illetve kormány és hatalom ellenes radikálisok a legnagyobb belföldi terrorveszélyt jelentik idén és jövőre, mondta az FBI egyik vezetője. Szenátusi meghallgatásán a Nemzeti Gárda fővárosért felelős parancsnoka arról beszélt, hogy a Pentagon lassan reagált a január 6-ai ostromra. Több mint 3 órával azután kapott engedélyt tőlük a kongresszus védelmének megsegítésére, hogy a kapitóliumi rendőrség vezetője azt telefonon kérvényezte. Megfigyelés alá helyezte a Német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal az Alternatíva Németországért pártot. Gyanújuk szerint az iszlám és bevándorlás ellenes euroszkeptikus jobboldali populista AfD megpróbálja aláásni a demokráciát. Mostantól alaposabban vizsgálhatják a párt pénzügyeit és lehallgathatják tagjait. A nácik bukása óta Németországban egy párt sem állt még megfigyelés alatt. Közben Franciaországban betiltják a bevándorló ellenes identitás generáció helyi szervezetét. A kormány szerint a csoport gyűlöletet és erőszakot szít, illetve olyan, mint egy magánhadsereg. A svéd rendőrség vizsgálja, hogy terrorista indíték vezérelte azt a férfit, aki szerdán megkéselt 7 embert egy dél-svédországi településen.
közülük hármat életveszélyesen, kettőt súlyosan. A támadót a rendőrök lábon lőtték, most pedig kórházban van, a nyomozók ott akarják kikérdezni. Lezárták a svéd hatóságok a szerdai késeléses támadások helyszíneit. A rendőrség szerint egy 20-as éveiben járó férfi öt egymástól pár száz méterre lévő helyen 7 embert késelt meg. Úgy tűnik, nem volt tettes társa. Egy virágboltos kiáltást hallott az utcáról, ahonnan berohant egy férfi, szúrt sebbel a vállán. A vérzést törölközővel próbálták elállítani. A rendőrséget délután 3-kor riasztották, 10 percen belül kiértek, és 3 perc alatt ártalmatlanították a támadót. Később átkutatták a lakását, és beszéltek a szomszédjaival. A támadások a 13-es Vietlanda városában történtek. A hármas szintű országos terrorkészültség miatt a hatóságok szerint számítani lehetett ilyen támadásra, de nem pont itt. Még biztonságosnak tartom a várost, itt nőttem fel, soha nem történt ilyesmi, és nem gondoltam volna, hogy valaha történhet, mondta egy helyi lakos, aki akkor hallott először a támadásról, amikor este hazaért és meglátta a rendőrségi kordont. Még vizsgálják, hogy az elkövetőt terrorista indíték vezérelte. Annyit már elárultak róla, hogy a környéken lakott. Kisebb bűncselekmények miatt a hatóságok már ismerték. Arról nem nyilatkoztak, hogy svéd állampolgár-e. A svéd miniszterelnök nyilatkozatban ítélte el a támadást, és kijelentette, hogy közös erővel lépnek fel az erőszak ellen. Szerint az ilyen esetek emlékeztetik az embereket arra, milyen törékeny a biztonságuk és az életük. Nem támogatják többé az Ír-szigetre békét hozó 1998-as nagypénteki egyezményt az Észak-Ír unionista paramilitáris csoportok. Boris Johnson brit miniszterelnöknek azzal indokolták döntésüket, hogy nem elégedettek a Brexit megállapodással, amely szerintük zavart okozott az Észak-Írország és Nagy-Britannia közötti kereskedelemben. A nagypénteki egyezmény vetett véget a 3 évtizednyi erőszaknak az egységes Írországért harcoló katolikus nacionalisták és a protestáns unionisták között. Legalább 38 embert megöltek szerdán a mianmári ellenzéki tüntetések eddigi legvéresebb napján. Az erőszak ellenére folytatódnak a demonstrációk az ázsiai országban, ahol a hadsereg vezetői múlt hónapban puccsal szerezték meg a hatalmat. Több száz gyászoló vett részt annak a 19 éves lánynak a temetésén, akit szerdán ölt meg a karhatalom egy tüntetésen, a mianmari katonai puccs elleni felkelés eddigi legvéresebb napján. A lány temetésén az összegyűltek a forradalom dalait énekelték. A katonák éles lőszerrel lőttek a demonstráló tömegbe. Az ENSZ adatai szerint tegnap 38 tüntető vesztette életét. A demonstrációk csütörtökön is folytatódtak. A demokrácia párti aktivisták kukákkal próbálták elbarikádozni magukat. Yangon városában a lakosság menekülni kényszerült, miután a katonák könnygázt és villanógránátot vetettek be az utcákon. A lakosok zárt ajtók mögött a sötétben bujkálnak, suttogva beszélnek. A tüntetők a fegyveres, buldózereket is bevető rendőrök elől menekülnek az utcán. A tüntetések alatt 5 katonai vadászgépet láttak elrepülni rendkívül alacsonyan az ország második legnagyobb városa fölött. Az erőszak ellen Washington is felszólalt. Elborzadtunk a mianmari békés tüntetők ellen alkalmazott szörnyű erőszak láttán. Arra kérünk minden országot, hogy emelje fel szavát a burmai hadsereg brutalitása ellen, mondta az amerikai kormány szóvivő. Az ENSZ biztonsági tanácsa pénteken tárgyalja zárt ajtók mögött a mianmári helyzetet. Videót tettek közé arról, hogy két profi siklóernyős látványos repülést hajtott végre a világ legnagyobb szökőkútjánál. Az ötszörös világbajnok spanyol Horácio Llorens és a brazil Rafael Goberna mutatványának helyszíne a dubai Palma szökőkút volt, amely több mint 14 ezer négyzetméternyi tengervízen terül el. 105 méter magasra löveli fel a vizet, amit a tengerből áramoltatnak, víztartály és szűrők nélkül. A szökőkút slágereket játszik, 3000 LED izzója pedig a zenével összhangban világít napnyugtától éjfélig. Világhíradónk végén megköszönöm figyelmüket, és már is mondom, hogy 17:25-kor jövünk vissza a mai első kora esti híradóval itt az ATV-n. Tartsak velem akkor is szép napot!